katonai szervezet parancsnoki beosztásának átadás átvétele különleges jelentőségű mind az alakulat, mint pedig az átadó és átvevő személy számára. A Magyar Honvédség 47. bázisrepülőtér és jogerőt szervezeté élén sok kiemelkedő vezető szolgált. Magasi Zsolt ezredes úr 5,5 éven keresztül látta ezt a gondosságot, odaadást kívánó szolgálatot, és a beosztását a mai napon Barta Sándor ezredes úr veszi át, aki a Magyar Honvédség légiműveleti vezetési és irányítási központ őrsőnökeként szolgált és teljesített kiemelkedően. Nem sok katonának adatik meg egyébként tényleg az a lehetőség, hogy ahol elkezdte a pályáját, ott is fejezi be. Én büszke vagyok tényleg arra, és nagyon szerencsésnek is érzem magam, hogy ebből a városból, ami tényleg a szívemhez kötődik, ide tudtam jönni, és innen is fog tudni elmenni. Az itt eltöltött évek azért bebizonyították, hogy ez egy olyan csapat, amire lehet építeni. Magyarország egyik legszebb repültere, ami biztos vagy benne, hogy Barta Sándor ezres úr erre a feladatra felkészült. Én úgy gondolom, hogy egy jó parancsnok lesz a Bábai Bázis repülőtérnek az élén. Parancsnoki beosztás átadás átvétele a katonai karrier egy meghatározó állomása, bizonom, megtiszteltet és ugyanakkor hatalmas felelősség is. Komoly szakmai múlttal rendelkező ezredet veszek át, amik mindig kiemelkedően magas szinten teljesítette feladatát. Szeretném megőrizni a csapat eddigi értékeit, ugyanakkor megvalósítani saját elképzeléseimet. Napjainkban a Magyar Honvédség, illetve az MH-47. Bázisrepülőtér is olyan időket, olyan lehetőségeket él, amikor a világszínvonalú elvárásokra kell felkészülni, és annak maradéktalanul megfelelni.